Az idei évben a vírusjárvány miatt rendhagyó módon rendezte meg a karcagi Arany János Általános Iskola az Aranyos Napokat. A részletekről Szentesini Nánási Tünde intézményvezetőt kérdeztük. A járványhelyzet miatt most csak az iskola diákjai vettek részt kedden a névadóról szóló megemlékezésen, és nyitották meg a hetet. Az ünnepség az iskola oldalán látható. Ebben az évben rendhagyó módon kerül sor ezekre a napokra, hiszen a járványügyi helyzet miatt meg kellett változtatnunk az addig bevált programjainknak a sorrendjét is, illetve a lebonyolítását. Március 2-án emlékeztünk 204. évfordulójára Arany Jánosnak. Ezen alkalomból nyitottuk meg ezt a hetet a tanulókkal. Itt az aulában egy bensőséges megnyitó ünnepséget bonyolítottunk le, amelyről készült egy rövid PPT is, amit iskolánk honlapján és Facebook oldalán lehet követni, megtekinteni. Most online formában hirdették meg Arany Családi Kör című alkotásából a rajzversenyt a város iskolásainak épp úgy, mint az irodalmi versenyt is, amely Arany munkásságához kapcsolódott, és iskolánként kértek labbúkat is. Minden napra terveztünk valamit, ami Arany János nevéhez fűződik. Így már évek óta hagyomány a városi rajzverseny. Arany János műveit kell vizuálisan megjeleníteni. Ebben az évben a családi kört költeményét választottuk témának, és kibővítettük a lehetőséget a 3.-4. osztály számára is, úgyhogy 3.-tól 8. osztályig várjuk a pályaműveket a holnapi nap folyamán, borítékos formában, hiszen korábban itt helyben készítették el a rajzokat a gyerekek, a városi gyerekek. A másik jelentős programunk a városi irodalmi verseny, amelyre minden évben több csapat a városból, városnak több intézménye, több csapattal is jelentkezett. Sajnos ebben az évben ezt sem tudtuk így megrendezni. Viszont az online tér segítségével föltettünk egy Arany János életéről, munkásságáról, költeményeiről egy nagyon érdekes és nagyon hasznos irodalmi kérdőívet, amelyet szintén kiküldtünk az intézményeknek, és ezekre kattintva ezeket meg lehet oldani. Ezen kívül kértünk még ebben az évben minden pályázó iskolától egy labbukot Arany Jánosról. A labbuk a mi iskolánkban már hagyományos kifejező eszköze annak, ha valamit szeretnénk megjeleníteni sokoldalúan. A műveket az iskola honlapján mutatják be. Ezekből a rajzokból és labbukból kiállítást tervezünk itt az iskola aulájában, amelyet szintén online formában föl fogunk tenni a közösségi terekre, illetve iskolánk honlapjára. A Toldira emlékezve erőpróbát tartottak a felsősöknek, a hetet játékos akadályverseny zárta, ahol minden feladat aranyhoz kapcsolódott. Arany János egyik legnagyobb költeményére, a Toldira is emlékezünk. Minden évben hagyományos módon erőpróbán mérhetik össze erejüket a város fiú tanulói. Ebben az évben csak iskolánk tanulói vesznek ezen részt. Mindig nagy kihívás nekünk, amikor városi rendezvényeket valósítunk meg, szervezünk meg és valósítunk meg. Ez a gyerekeknek mindig egy nagy dopingot is ad, hiszen külső vendégek érkeznek. Sajnos ebben az évben ez elmaradt, ettől függetlenül úgy érzem, hogy a gyerekek átérzik a helyzetnek és a jelenlegi helyzetnek a súlyosságát, és igyekszünk, illetve a gyerekek is igyekeznek pótolni azokat a dolgokat, amik esetleg az elmúlt években megszokottá váltak, nagyon aktívvá váltak, mint szinte minden osztály a 3.-tól 8.-ig készítenek rajzra, a rajzversenyünkre pályázati műveket, illetve tudomásom van róla, hiszen egy-két helyre már benéztem egy-két osztályterembe, hogy készülnek a labbukok a mi intézményünk tanulói részéről is. És hát a toldi erőverseny az mindig kihívás, a fiúknak a kedvenc időtöltése, hogy összemérjék erejüket, úgyhogy ebben is aktívan igyekeznek részt venni. Talán ami miatt most kicsit szomorú vagyok, hogy ezen a héten nagyon sok hiányzónk volt, és ez meglátszik a mai versenyen is valószínűleg, tehát több fiút hiányolunk az iskolából, otthon maradtak betegség miatt. Aktívak, lelkesek, és nagyon szeretem ilyenkor is őket, mert érzem azt, hogy
Az iskolánk névadója, a szellemisége ilyenkor összekovácsol bennünket, és együtt emlékezünk erre a nagyszerű költőre.